Azt biztos nem olvasta Friderikus úr, amikor szerelvényt loptunk. Loptak szerelvényt? Igen, igen. Már akkor 300 menekült volt a délinek az aluljáróiban, meg a vérmezőn. Ott gyülekeztek, és akkor én bementem egy társammal, egy önkéntes társammal ketten, bementünk a déli pályaudvar állomás főnökségére, és azt mondtuk, hogy ott oldalt állnak ezek a piros szerelvények ezek a gyors szerelmények, és hogy akkor itt van 300 menekült, vigyük el őket Bécsbe. Hogy gondolják? Fennakadt a szeme az főnöknek? Azt mondta, hogy jó, meggondolom, jöjjenek vissza egy fél óra múlva. Kimentünk az ajtón, megkerültük a titkárnőjét, és visszajöttünk, és azt mondtuk, hogy akkor megyünk, ha szereznek egy mozdonyvezetőt, vihetik a szerelvényt.